A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agroinfo, illetve most ebben az esetben a turisztikai magazin nézőit. Ma egy gasztronómiai utazásra invitálom önöket, Észak-Itáliába látogatunk el, ahol megismerkedhetünk Bence Viktória és csapata segítségével egy varázslatos toszkánai ételkülönlegesség sorral, amit itt Székesfehérváron valósítottak meg. Tartsanak velünk! Kivételes gasztroutazásra invitálta az olasz ételkultúra barátait Bence Viktória, a Wikitalia megálmodója. Székesfehérváron először szervezett olyan közös főzést, ahol Olaszország ízeinek szerelmeseit kalauzoltak körbe virtuálisan Észak-Itáliában, Toszkánában, hogy a gyakorlatban is megismerhessék a csodálatos régió étkeit, egyedi ízvilágát. A hangulatos esten a vendégek megtapasztalhatták és megtanulhatták, miként készülnek a toszkánai ételek. Itt, amint látjátok, úgy készítettem el, hogy mindenkinek legyen tulajdonképpen egy munkafelület. Ez azért jó, mert tényleg azt gondolom, hogy mindenki beleteszi szívét, lelkét, és tulajdonképpen a keze munkáját is abban, amit csinál, és amit elfogyasztunk. Amit látjátok, minden, majdnem minden alapanyagot Olaszországból hoztam. Ez, amiről már beszéltem, ez a Santo Spirito, azaz a Vinsanto, a Frescobaldi egyik nagyon híres toszkán pincészetnek az édes desszertbora. Ez kerül majd a csirkemájas Crostino Toscanóba. Ugye egyértelmű, hogy a fokhagyma az minden olasz ételeknél ételsorban előfordul. Meséltem a sofrittóról, tulajdonképpen a sofrittó az a répának, a zellerszárnak és a lilahagymának a hármas egysége, és azt gondolom, hogy nem lehet olasz étel bruschetta és valamiféle előétel nélkül. Hoztam nagyon finom modenai balzsamecetet, avagy nagyon finom szüretelésű friss olívaolajat. Ezek nagyon fontos hozzávalói egy jó bruschettának, hiszen tulajdonképpen a többi az csak paradicsom, fokhagyma és friss bazsalikom. Ugye ezekhez az előételekhez, amit most felsoroltam, a Crostino Toscanóhoz és a bruschettához mindenféleképpen kell kenyér. Itt valaki majd lesz olyan kedves és felvágja. Már kikészítettem neki az olívaolajat. Érdemes megnézni, hogy igazából egy friss szüretelési olívaolajnak milyen a színe. Tehát nagyon-nagyon zöld karakteres, tulajdonképpen az illata is, az íze is, a zöld paradicsomra, az éretlen banánra. Néha szokták mondani, hogy a frissen vágott fűre emlékeztet, és ez vissza is köszönt tehát az ízvilágában. És itt pedig lesz egy szerencsés résztvevő, aki elkészíti a cantuccinit. Ez az én nagy-nagy kedvenc desszertem, mert azt gondolom, hogy a cantuccini az egy annyira jó választás, hisz, hogyha megsütöd, akkor tulajdonképpen egy hétig felvágva berakod egy kis dobozba, és minden reggel előveheted a kávédhoz. Mi most ugye majd Vinsantóborral fogjuk fogyasztani, de amint látjátok, nagyon-nagyon egyszerű hozzávalók kellenek. Az alap cantuccinibe egyébként mandulát raknak, amit majd fel fognak vágni a résztvevők, de én például nagyon szeretem a kandírozott narancshéjat, lehet belerakni pisztáciát, lehet belerakni csokoládé darabokat, de tulajdonképpen az alap ételeknek minősül, tehát nagyon könnyű ez bárkinek elkészíteni. Parmezán sajt nem hiányozhat természetesen, ezt is majd valaki lereszeli, hiszen a tésztaétel, azt gondolom, hogy nem kerek parmezán vagy grana padano sajt nélkül. Annyi, hogy szeretnék elmondani és mindenkivel megosztani egy nagy titkot, amit az olaszok mondanak, hogy ha halas és tengeri ételt eszünk, akkor tilos rárakni a parmezán, de hát a mi esetünkben most ugye olívabogyókat és kapribogyót fogunk használni. Ezt kintről hoztam, szintén Toszkánából. Ez Toszkán és Liguria jellemző olívabogyója, úgy hívják, hogy Tajaszka. A Tajaszkáról annyit kell tudni, hogy szinte a magja nagyobb egyébként, mint a bogyó,
de nagyon-nagyon intenzívek. Picit kesernyés az íze, de hogyha elfőzzük a paradicsomszószomba, akkor annyira megbolondítja az ételt, hogy tényleg egy plusz karaktert ad, egy plusz karakterjegyet ad az ételeink ízének. És ami még a nagy kedvencem, és azt gondolom, hogy ezt mindenkinek a konyhájába kell, hogy legyen, ez egy szardella paszta tulajdonképpen. A szardella ugye azok a pici kis halak, de ez a Rizzoli cég, aki 1906 óta tulajdonképpen szardella pasztát gyárt, azt mondta, hogy megkönnyíti a háziasszonyoknak a dolgát, és legyen pasztába, tehát tulajdonképpen, hogyha ezt kibontjuk, és minden paradicsomos ételünkbe rakunk tulajdonképpen egy evőkanálnyi, vagy sőt, még teáskanálnyi szardella pasztát, akkor ez tényleg csodákat művel az ételünkkel. Ha létezik szép példája annak, hogy lehet a szegénységből erényt, az egyszerűségből minőséget, a háztáiból kézművességet kovácsolni, akkor erre iskola példa a toszkán konyha, s hogy a közös élmények, a finom ízek és illatok összehoznak, feltöltenek és építenek. Rendkívül fontos számunkra a gasztronómiai kultúra. Én azt gondolom, hogy az európai, de a világban elterjedt különböző ételfajták is megmozdítják az ember fantáziáját. És ezzel így van, méghozzá különösen így van az olasz konyha. Az olasz konyha különleges. És ugyanúgy különleges tájegységektől függően, mint bármely más, de most ugye az észak-olasz konyháról fogunk beszélgetni, hiszen Toszkánába látogatunk. Beszéljünk a kötődésedről először Toszkánához. Hát a toszkán kötődésem az elég erős, hiszen azt kell, hogy mondjam, hogy 9 éve már ingázom Olaszország, Toszkána és Magyarország között. Több évet kint éltem, de most egy évvel ezelőtt hazaköltöztem. A munkám az megmaradt szintén kint, hisz Toszkánában csinálok gasztrokurzusokat, főzőiskolát tulajdonképpen, de amikor itthon vagyok, egy október és március közötti időszakban, akkor pedig itt szeretném megismertetni a magyar olasz kedvelő, olasz ízeket kedvelő emberekkel az olaszországi gasztronómiát. Beszéljünk az indítatásról, hiszen ha valaki gasztronómiáról beszél és hivatásként tekint rá, az rendkívül különleges dolog. Igen, hát nagyon szeretem és boldog vagyok, hogy mondhatom azt, hogy a hobbim, a munkám, a hivatásom, és tulajdonképpen nem ez a végzettségem, de annyira beleszerettem, mint ember az olasz kultúrába, az olasz kulináriába, hogy úgy gondoltam, hogy ezen az úton kell tovább menjek, és ezt szeretném csinálni. A kultúra, az olasz kultúra és a gasztronómia elválaszthatatlan egymástól. Mi benne a különleges, ami megfogott téged? A kultúra? Hát a kultúra, hogy azt nézzük, hogy milyen Firenze, milyen Siena, hogyha csak ugye a Toszkán régiót, tehát maga a művészete csodálatos, a szobrászata ugye Michelangelo, Leonardo da Vinci-nek a művei, tehát egyszerűen gyönyörű szerintem, és azt gondolom, hogy a kultúra kiegészül még egy nagyon egyszerű kulináriával is, ami pedig tényleg az ízeknek az egyszerűségében rejlik az ételeknek a finomsága. Az egyértelmű, hogy az olasz kultúrának része a gasztronómia, a gasztrokultúra, de milyen ez a toszkánai? Hiszen, ahogy beszéltünk róla az előbb, Olaszország különböző térségeiben más-más. Igen, kimondottan Toszkánára azt szokták mondani az olaszok, hogy cucina povera, azaz a szegények konyhája. És ez azért érdekes, mert azt gondoljuk, hogyha így külsőként elmegyünk Toszkánába, hogy Olaszország emerésze egy gazdag régió, hiszen a turisztika miatt mondhatjuk, hogy gazdag. De ugyanakkor régebben nem ebből éltek az emberek, és a mai napig az emberek nagy része, azok állattenyésztéssel és gazdálkodással foglalkoznak. És tulajdonképpen azért egyszerű konyha, mert tényleg 4-5 fontos alapanyag van, amit ők használnak. Van ugye a búza, amiből isteni tésztákat tudunk nyújtani, gyúrni és formázni rengeteg variációban. Akkor ugye van a napérlelte paradicsom, a bazsalikom, a fokhagyma és a kenyér. És tulajdonképpen ezeket kombinálják, és ezért mondom, hogy a szegények konyhája, mert igazából, hogyha azt veszük, hogy a tésztába például ők tojást sem raknak, mondván, hogy a tojás egy drága ételnek számít, ezért szemola, azaz durumlisztet használnak, amit vízzel vegyítenek, és tulajdonképpen ebből gyúrják a tésztát.
Milyen különlegességek vannak, hiszen nyilvánvaló, hogy a számunkra, akik nem ismerjük annyira az olasz ételkultúrát, minden olyan étel különleges, amit más nemzetben folyamatosan, ha úgy tetszik, napról napra készítenek. Hát, hogyha ki kell emeljek mondjuk egy tésztaételt, akkor azt mondanám, hogy a pici, cacio e pepe, ami jussajtból és nagyon-nagyon sok fekete borsból készül. Aztán ide sorolnám a panzanellát, ami egy nagyon érdekes kenyérsaláta. Tulajdonképpen egy száraz szikkat, akár egyhetes kenyeret felvágnak, amit borecetben meglegyintenek, tehát meglocsolnak, és utána tulajdonképpen ehhez raknak friss zöldséget, rengeteg olívóolajjal használják, vagy akár említhetném még a pappal pomodorót, ami tulajdonképpen egy paradicsom pempő. Ez tulajdonképpen a toszkánoknak a paradicsom levese, de őszinte leszek, Olaszországban nincsen a minestronén kívül leves, tehát ezt egy nagyon sűrű ételnek kell elképzelni, szintén szikkadt kenyér, rengeteg sok fokhagyma, bazsalikom, paradicsom, ami napérlelte, só, bors, olívóolaj, és tulajdonképpen készen van az étel. Miként lehet honosítani az olasz ételkultúrát, a főzés mikéntjét? Hát azt tudom mondani, hogy Magyarországon is most már nyugodtan megtermelhetjük magunknak, ugye a klímaváltozás ez segíti, hogy egyre több és egyre naposabb a, most már nálunk is az éghajlat. Azt gondolom, hogy itt is tudunk csinálni nagyon finom napérlelte paradicsomot. Hát olívóolajunk nincs még, de azt mondjuk lehet már több helyen lehet vásárolni. Azt gondolom, hogy már az ilyen nagy vásárlóközpontokban már tudunk minőségi olasz alapanyagokat vásárolni, és tulajdonképpen ennyi kell az alap olasz ételekhez, tehát nagyon kevés, nagyon egyszerű és könnyű, és tulajdonképpen a minőségre törekvő ételekre kell figyelnünk. Amikor elkezdted ezeket a főzőiskolákat, vagy nevezzük inkább társasági eseményeknek, hiszen egy közösséget alkottok itt mindnyájan, és a jelentkezők számától függetlenül rendkívül népszerű. De hogy kezdődött? Mi volt az alapja, hogy megteremtetted a lehetőséget, hogy minél több háziasszony és házi ember belekóstoljon az olasz ételekbe, illetve az elkészítés módjába? Tulajdonképpen ez úgy jött, hogy ugye amikor Olaszországban jönnek hozzám gasztrotúrázni, akkor abban a programban is az 5 nap közösen töltött idő alatt is van főzés. És ilyenkor mindig látom az emberek szemében a csillogást, hogy ők nagyon boldogan főznek, és tényleg azt kell, hogy mondjam, a közös főzés, az, hogy mi közösen gyúrjuk a tésztát, hogy közösen rántjuk ki azt a cukkini virágot, vagy bármit mondhatnék, bármilyen ételt, és azt együtt jóízűen elfogyasztjuk, azt gondolom, hogy ezek a pillanatok, ezek megfizethetetlenek, és én ezt szerettem volna, ezt a boldogságot ide áthozni. És ezért úgy gondoltam, hogy ha én behozom az olasz alapanyagokat, akkor avval már garantálva van a minőség, és azt gondolom, hogy azok az emberek, akik hozzám eljönnek, vagy eljönnek erre a kurzusra, ők hozzák a jókedvet, hozzák az Olaszországhoz való szeretetüket, hozzák a főzés szeretetet, és közösen főzünk tulajdonképpen, és alkotunk valami nagyszerűt. Nyilván most már van törzscsapat is. Igen, van törzscsapat, és pont ezért nagyon boldog vagyok, hogy most ez az első alkalom, hogy itt vagyok Székesfehérváron. Ez több szempontból nekem nagyon sokat jelent. Egy, Székesfehérváron születtem, itt élnek a szüleim, itt jártam gimnáziumba, itt jártam főiskolára, majd ugye pár év kitérő után ide, nem kérdés, hogy ide tértem haza, és nagyon sok fehérvári vendégem, például budapesti főzőrendezvényeimre jött el, és boldog vagyok, hogy most ez az első alkalom, hogy itt Fehérváron tudom őket fogadni. Kivételes lehetőség ez számunkra is, és nyilván akik majd belekóstolnak az elkészült ételekbe. De mik is készül ma, hiszen nyilvánvaló, hogy valami eredeti toszkán csoda kerül majd az asztalra. Igen, hát a mai nap tulajdonképpen az Toszkánának lesz szentelve. Mindenféleképpen először egy előétellel kezdünk, hiszen az olasz ételfogyasztás, az olasz étkezés az előételekkel kezdődik minden esetben. Én most két előételt szeretnék
a vendégeimnek, a barátaimnak megmutatni, és ugye együtt lefőzni. Az egyik az egy alap bruschetta tulajdonképpen, ami paradicsom, bazsalikom, olívaolaj, balzsamecet, fokhagyma, tehát tulajdonképpen egy rémegyszerű étel, és rengeteg olívaolaj. És utána csinálunk egy crostino toszkánot, ugye már a nevében is benne van a toszkána. Ez egy toszkán májas csirkemáj kell hozzá, szardellapaszta, kapribogyó, és az olaszoknak egy nagyon finom édesbora, ez is szintén toszkán, a Vin Santo, ami egyébként, hogyha valaki nem ismeri a Vin Santot, a tokai aszúhoz hasonlatos. Tehát, hogyha nincs otthon Vin Santo, akkor tokai aszúval is meg lehet csinálni, és ez tulajdonképpen egy májpástétom lesz, ami nagyon fontos, hogy minden olasz konyha alapja az a soffritto. A soffritto pedig egy hármas egység, a lilahagyma, a répa és a zellernek a hármasa. És ez azonos mennyiségben kerül, ezt felrakjuk olívaolajon, és megy bele a máj, utána ezt a felsorolt dolgokat összeturmixoljuk, és kenyérre kenjük. Tehát ez volt az előétel, és akkor folytassuk. Igen, hát ugye az előétel után az olaszoknál természetesen jön a meleg előétel, tehát a primo, ami vagy tészta, vagy risotto. Most ez esetben én tésztát szeretnék csinálni a vendégekkel. Csinálunk egy tagliatellét, ami rémegyszerű, csak liszt kell hozzá és tojás, és azt gondolom, hogy ez azért fontos, hogy közösen csináljuk tésztát, mert tényleg a vásárolt durumtészta, és az, amit kézzel, és mit csinálunk, mi gyúrunk, köszönő viszonyban sincsenek egymással, annyira nagy a különbség. Lehet, hogy azért gondolom ezt, mert tényleg ebben mindenki belerakja a szívét, lelkét, de tényleg sokkal finomabb. Úgyhogy tésztát fogunk gyúrni és nyújtani a vendégekkel, ami egy paradicsomos, olivabogyós szószt fog majd kapni, természetesen parmezánnal a tetején. És akkor a végén jöhet a bor? A bor, hát természetesen jön bor is, de most úgy gondoltam, hogy a Prosecco az nagyon jól dukál ehhez az estéhez. A Prosecco az ugye azért fantasztikus ital, igaz, hogy nem Toszkánából jön, hanem Veneto tartományból, de hát egész Olaszország iszta, mert tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy azt vettem észre, hogy 10 emberből 9,5 szereti a Prosecco-t, tehát ebben nem lehet mellé fogni. Egy ilyen komoly történetnek nyilván lesz vége is, és a desszert az alapvetés minden konyhában. Igen, egyértelmű, hogy a desszerttel kell lezárnunk a sort, és természetesen, hogyha desszert, úgy gondoltam, hogy ahhoz is jár egy kis alkoholos ital. Cantuccinit csinálunk, ami tipikus toszkán. A cantuccini az egy mandulás keksz tulajdonképpen, amit kétszer sütnek, és a kétszer sütés miatt egy picit keményebb lesz, és ezt szokták a toszkánok Vin Santóba, ebbe szent borba tulajdonképpen mártogatni. Ahány ház, annyi szokás, ahány táj, annyi különböző recept és étel. Olaszországban minden tartománynak megvannak a saját hagyományai, így étel különlegessége is. Toszkána is rengeteg helyi termékkel, csak erre a területre jellemző étellel büszkélkedhet. Azt gondolom, hogy ez teli találat egy ilyen rendezvény, hiszen az olasz ételeket mindenki kedveli. Miként került hozzá, közel hozzá ön? Én egy speciális helyzetben vagyok, mert Viki 16 éves kora óta a barátnőm, és végigkísértem a kezdetektől eddig az ő pályafutását. Minden nagy állomáson ott voltam. Tehát amikor kiköltözött Toszkánába, mentem a főzőtanfolyamokra, az itteniekre is, és mondhatom, hogy egy picit ilyen segítő és kollégális kapcsolatban is vagyunk. Tehát most is így próbálok neki a fehérvári főzőtanfolyamokon egy kicsit így segíteni, és nagyon boldog vagyok, hogy Magyarországon is próbál így tanfolyamokat tartani, és nem csak kint Toszkánában lehet őt most már elérni. Ezen túl miként lehet megszeretni az olasz ételeket? Nyilván az elkerülhetetlen ahhoz, hogy valaki minőségben készítse ezeket.
Igen, ebből a szempontból nekem speciális a helyzetem, mert én viszonylag fiatal korom óta nagy Olaszország rajongó vagyok, a volt férjemen keresztül rengeteg olasz kapcsolatunk és élményünk volt, és én is egy olasz konyhát viszek otthon is, és Vikitől rengeteget tanultam egyébként így az évek során, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő egy olyan alapot és pluszot tud adni bárkinek, aki érdekli, akit érdekel az olasz életérzés és konyha, ami azt gondolom, hogy egy különleges dolog, akár Magyarországon, akár Toszkánában. Egyetértek, ugye most általában az olasz ételekről beszéltünk, itt a ma esti téma a Toszkána, tehát azt hiszem, hogy Észak-Olaszország is különleges gasztronómiai szempontból. Igen, abszolút. Én azt gondolom, hogy az olaszok konyhája eleve egy ilyen nagyon speciális, tehát alapvetően a szegények konyhája volt az övék, tehát a friss alapanyagokból, viszonylag egyszerű dolgokból egy olyan csodát tudnak ők létrehozni, amit egyébként én azt gondolom, hogy jól össze lehet illeszteni a magyar konyhával is, tehát nincs túl messze az olasz kulinária a magyar alapanyagoktól, mindegyiknek alapvetően a friss és autentikus alapanyagok az alapjai, és Viki egyébként ebbe nagyon jó, hogy megtanítja, hogyan tudunk olcsón, frissen, jó dolgokat csinálni. A jókedélyű főzésen, amely igazi közösségi élményt nyújtott a résztvevők, bizonyosan megerősítették önmagukban, hogy a boldogság titka nem más, mint önmagunknak lenni és kész, tenni, ami a lényünkből fakad, s ha ez csapatmunkában valósul meg, az pedig az a plusz, ami mosolyra hív. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.